Na hajdi, ó, Kalmár Nation, ez itt a Kalmárok 23. epizódja, és nem másról fog szólni, mint hogy az én márka építésről, a self-brandingről, amiben mindenki itt legalábbis az asztalnál egész ilyen tisztában van, és hívtunk egy vendéget, Bedő Balázs személyében, aki még friss a piacon, nem tudom, talán egy-két Két és fél, éve, két két és két éve, éve. fél éve dolgozik. Nagyon nagy előbeszélgetés volt itt a, egy életúti interjút tették esetleg, de nem egyébként két és fél éve. Konkrétan ezer napja, majdnem. Ezt azt, is, a, azt a Ezt ez fejben így gyorsan, így kiizzadta magamból. Szóval, hogy ezer napja kezdted el az ingatlan bizniszt, és ennek ellenére, vagy ennek dacára, tök jó szervbrendet építettél fel magad köré. Instán, Facebookon, és most ennek fogunk utána járni, nem csak veled kapcsolatban, hanem mindenkivel kapcsolatban, hogy ki hogyan építette föl akár Ati, akár én, akár még Peti az, az, a kezdetek kezdetén, de jó úton halad. Úgyhogy nincs is más hátra, mint hogy bemutassam, akik nem, nem, még nem főci, van, akik itt vannak a mikrofonnál. Szű Attila. Sziasztok. And the, the Rag Johnson. ez nem maradhat. Igen, ez nem maradhat ki. Sziasztok. Görzsöny Péter. Na, és most jön a főcím. Főcím! Mindenki csendsel vagy sefteli, már ebben De mi ennél sokkal jobbak vagyunk, ez itt a három kamár Bemutatkozó Gersügy Péter, Szűcs Attila és Csorba Dániel Ez itt a kamárom. kamárok, ez itt a kamárom. ez itt a kamár, kamásó. show Az első kérdésünk nem is igazán kérdés igazából az elején, hanem egy, egy... bemutatás, vagy bemutatkozás vagy Balázsról, tehát hogy általánosan az egész műsort úgy akarjuk felépíteni, hogy bárki építhet egy self brandet tehát itt nem ingatlanosra vonatkoztatva, de ha már van vendégünk, akkor a Balázs mesélj el, hogy ő honnan jön, és akkor hogy nála hogy épült fel ez a dolog, vagy hogy gondolta ezt a dolgot. Először is sziasztok, köszönöm a meghívást. Hát van mit? Igen, ahogy itt előzőleg beszélgettünk Attila, Köszi. Ahogy beszélgettünk Attilával, ugye Attila és Dani abszolút szeretetből, vagy, vagy szívből mélyről jövően kezdte el ezt az egészet, és nem feltétlen tudatosan. Én pedig hát ügyfélként tapasztaltam meg kevésbé pozitív élményeket, amikor egy eladó ingatlanunk piacra került, és végül sodort ez az ingatlan szakmába és hát tudatosan kezdtem elépíteni első perccel kezdve az online megjelenésemet is a hagyományos ügyfélkörépítés mellett. Ezt nekem mindig a tudatos építkezésről a tudatosan táplálkozom. Besenyő István, ki vagyok, című nézék és felszólalás. Ja, egyébként még egy dolog, hogy miért nem vagyunk maszkban, mert hogy itt majdnem mindenki oltott, kivéve Balázs, ő meg már átesett rajta, úgyhogy... Így van, úgyhogy itt oltakozva meg átesettek. vagyunk, igen. Szóval, hogy akkor két és fél éve kezdted el azt az egész történetet, és itt a, a, tudatos építkezésben ez, ez hogy nézett ki? Tehát, hogy mi valamilyen tervet csináltatok, vagy, vagy megnézted azt, hogy nem tudom, mondjuk verseny, vagy versenytárs elemzésbe kezdtél bele, és akkor megnézted, hogy kik vannak a piacon, mit szeretnél csinálni, vagy pontosan mit nem ezekből, vagy mi volt ennek az alapja, hogy neki kezdtél? Hát egy nagyon picit visszább megyek, tíz éve érettségiztem, és közvetlen utána kerültem az értékesítés világába, kereskedelembe, csak egészen más területére, és hát ott egy 7-8 évet el is töltöttem, és az utóbbi két-három évben már elkezdett kialakulni bennem, hogy valamilyen más irányba mennék, valamilyen privát önálló, akár vállalkozás, de úgy komolyan nem érett meg a gondolat, hogy mi, mibe, hova, mit csinálni. És mint említettem, ugye ügyfélként kerültem közel az ingatlan értékesítéshez. Én kezdtem el egy nagyobb értékű családi házat, szülők, szülői házat értékesíteni, vagy hát meghirdetni magánszemélyként, és pozitívan, befogadóan álltam elébe az ingatlanos, engem felkereső ingatlanosoknak, és hát az azt követő két-három kevésbé sikeres hónap, ami a piacon piacon eltöltött az ingatlan. Ott megtapasztaltam azt a szegmensét a piasznak, ami, ami kevésbé pozitív. Hány hideghívást hallgattál végig ebben a két De én pozitívan álltam hozzá, mert bár. Mindenkit kiengedtél. Azért nem, de pozitívan álltam hozzá. Ugye én is értékesítő voltam, de úgy voltam vele, hogy ez egy teljesen más terület, és megvan a szakértői. Hát, Valahol. Né? Valahol igen. Valahol de akkor úgy voltam vele, hogy ez nyilván egy külön szakma, és megvan az a szakértői hátér, amivel rendelkezni kell ahhoz, hogy érvényesítsük az ingatlan értékeit. De hát sajnos nem azokat az embereket sodorta az élet, mint utóbb kiderült uh, hozzám, vagy felénk, akit, uh, aki, aki hozta volna a sikert. És akkor erre rájövődhető, hogy ezt én is tudom. Hát Tehát az általában egyébként <laughs> szokott ez így jönni. Igen, megláttam egy piaci részt, hogy ha ennyien csinálják kevésbé jól, akkor mi lenne, hogyha az ember megpróbálná ezt jól csinálni. Ez volt az alapgondolat, ami elindított ezen az úton. De hogyha jól tudom, neked a szüleid is értékesítő. Igen, hát 20-25 éve ők korábban tanári pályát képviseltek, és igen. S s aztán ott... rájöttek, hogy pénzt is lehet keresni valamivel. Jó, hát igazán volt szerintem ez, ez oké, és csak akkor arról nem beszéltél, hogy mi volt a tudatos része annak, hogy te Igen, jön. hát uh, alapvetően megfogalmazódott bennem az, hogy uh, ezt valóban lehetne jól és szakértően uh, végezni ezt a szakmát, munkát, és akkor elkezdtem belemélyedni, és uh, szépen kialakult bennem a gondolat, hogy hát ezt uh, valóban szívesen uh, csinálnám. Először elmentem egy-két uh, franchise-hoz állásinterjúra, meghallgatni, <tos> hogy <tos> meghallgatni, meg, meg mi hogy egy. miként, hogyan csinálják, becsin. bár nem volt jó a véleményem őszintén szólva, és egyre inkább erősödött meg benne a gondolat, hogy ezt valamilyen módon függetlenül önállóan kéne, vagy lehetne jól csinálni. <síns> <síns> és... Addig roppizok, amíg rákanyarodunk a válaszra, hogy hogyan is volt megcsinálva a üzen. Nem egyébként, igen. Hát ez egy 3-4 hónap leforgása alatt eljutottam oda, hogy elkezdtem önállóan, autodidakta módon belevágni, elkezdtem a okáit OK elvégezni, illetve egy magánszemély, tehát magán önállóan dolgozó kollégával együtt kezdtem el az első pár hónapban dolgozni, és ő is ezt a self-marketinget, self-brandinget tolja már évek óta, elég sikeresen. Ez meg Ismerjük az életet? Ismeritek. Borséja van? nem, 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 a kezdettem. a ja. kezdtem. És a gondoltam. Egy pár, egy pár hónapig... Nagy szakálla van? Igen. Ő szellem. Bejött egy szellem. Egészen egyszerűen... Ugye ő Bejött a Jani. Ő, a elém az élet, viszont ő egyedülálló, egy önálló farkas a piacon és nagyon sikeres, viszont az alatt a pár hónap alatt, amit együtt töltöttünk, így kiderült, hogy nem feltétlenül működik ez csapatként, úgyhogy végül így sodort az élet. Kovács Kornélhoz, és azóta most már másfél éve végezzük együtt. Viszont az első perccel kezdve elkezdtem a self-marketinget, a self-brandinget építeni. Amikor én úgy döntöttem, hogy ebbe belevágok, akkor én úgy vágtam ebbe bele, hogy a -verzióként. Tehát én teljes vászélességgel, teljes odaadással, szívből jövően, őszintén, és gyakorlatilag nulladik Mint percben... Az Atti. Nyilván. E-verzió, B-verzió, -verzió, -verzió, perverzió. <gül> Igen. <gül> tényleg, tehát nem, 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 valóban nem b verziók én nem úgy, hogy talán nézzük meg hátha, hanem beleálltam, és én eldöntöttem, hogy uh, itt szeretnék szép eredményeket elérni, akár uh, tényleg egzisztenciálisan, akár az ügyfelek irányában olyan minőséget képviselni, amivel értéket tudok. Ha megkérdezhetem, tenni. mert biztos sok, sok embert érdekel, step by step mik voltak azok a lépések, amikkel elindítottad ennek a felépítését? Mik voltak az első olyan fontos teendők, amiket meg kellett, hogy csinálj? Hát ugye nulladik percben elvégeztem az ok és azonnal, ahogy ez meglett, másfél hónap alatt megcsináltam a Facebook oldalamat, és egy elég hosszú bemutatkozó posztot megírtam, és ott tényleg hát kvázi egy karrierváltás történt, és a nagyvilágnak ezt így megmutattam, és elég jó elérése lett organikusan 30 ezer emberhez jutott el a poszt. Ez szép, az um, nagyon szép. Igen, tehát elég szépen osztották, megosztották az emberek. Úgy voltam vele, hogy persze elkezdem építeni a hagyományos módon is az ügyfélkört, viszont úgy voltam vele, hogy már van egy elég jó tőkém, ügyfélköröm, ismeretségi köröm, akiknek szeretném megmutatni, és mivel tényleg úgy döntöttem, hogy ez a és innentől kezdve én az ingatlanos leszek, ezt én teljesen felvállalva vágtam bele. Úgyhogy ez volt az első lépés, és legfontosabb. És volt valamilyen cél meghatározás, hogy mennyi követőt szeretnél, vagy ilyesmi? Nem, ez érzésből, tehát ezt tényleg azért indítottam el, hogy lássák az emberek, hogy én mostantól ez vagyok. És nem azért, hogy most Licszerzés, vagy ezre. ilyesmi. Így van, meg hát azért ez egy elég nem tudom, szűk szegmens, tehát hogy nyilván egy ingatlan értékesítői szakma az nem a nagyvilágnak szól. Tehát én nem egy olyan marketinget kezdtem el összerakni, ami mindenkinek szól, hanem tényleg az ingatlan értékesítésről szól. Tehát akkor volt egy célcsoportod, vagy meghatároztál egy célcsoportot, egy célközönséget, és tudtad ezt tudatosan célozni? Alapvetően a Facebook oldalt az abszolút az ügyfélszerzés érdekében, hogy hosszú távon ez is egy erős láb legyen. Sányan követnek ott? 1200 an most. Tehát És az már konverzál, tehát uh, hoz konverziót, tehát abszolút. hoz vásárlókat, vevőket? Az keres? elmúlt másfél évben. Az els, elmúlt másfél évben mondjuk 25-30 lezárt ügyletemnek közel a felét azt ajánlás szerint. útján. És nyilván itt nem lehet közvet, nyilván vannak közvetlen, aki konkrétan akár a Facebookon keresztül, de én alapvetően azt is ide sorolnám, amikor. Facebookon követ, és folyamatosan lájkol, és által kerültem az ügyfélhez. Az, az is az alapvetően, persze. Azt az az is ennek szintén. Közvetett, de stimmel. Itt egyébként itt mondanék, hogy csak akik hallgatják, és szeretnék azért infokat is adni ezzel kapcsolatban. Én nagyjából olyan 15 éve kezdtem a blogolással, és én egyébként akkor még a self-marketing, nem is létezett, hallottam. nem is létezett így. Igazán ki akartam magamból írni. És aztán, amikor ez egy free blog volt, akkor még csak blogolgattam, és akkor egyszer egy ingatlanos rátalált, és akkor elkezdték abból az iparágból olvasni. És aztán, amikor jött a Facebook, akkor átraktam oda a blogot, és azt láttam, hogy ilyen kb. 300 ember követett, és, és jöttek belőle a megbízások, meg az eladások. És én a, csak így a cél meghatározás, én akkor mondtam, jó, akkor nem tudom, mondjuk volt két-három eladáson belőle per év, akkor az első évvel is mondom, hát ez kurva jó, hát akkor kéne belőle, most kerestem, nem tudom, másfél millió forintot, akkor még a, tehát ilyen 500 ezeres jutalékok voltak, mert 15, most találtam majd pont 2009-es naplómat, amik, akkor még naptárba vezettem, nem Google kalendárium, és akkor olyan ezért 15 millió forint volt egy 11. kerületi két szobás hát, tehát ilyen öt És ugyanezekért a százalékokért dolgoztam, mint most. Igen. Na mindegy, és akkor Jöttek a megbízások, és, csak a, 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 és azt mondtam, hogy akkor tízszer ennyi követőm, akkor biztos tízszer ennyit keresek. Ez így nem történt. <gül> Ez, <gül> Tehát, amikor három ezerre elértem az először, akkor, akkor mondtam, akkor Kánaán, aztán igazából maximum egy kétszer vagy háromszor annyi eladásom volt. És igazából amiért ezt elmondtam, és amiért mondtad te is, hogy a Facebook, én egy kicsit, hogyha valaki belekezd, ha landing oldalakról, vagy ilyesmiről van szó, én jobban hiszek a Facebookban, mint a Google-ben. És már csak abból adódóan is, mert teljesen más probléma tudatnál fogod meg az embert, mármint a megbízódat. Tehát ha a landing oldatba gondolkozik az, aki éppen most hallgatja, és mondjuk a self-brandingnek ez egyik alapköve is lehet talán, bár mondjuk a kettő az inkább csak az, hogy hogy marketingről beszélünk, de hogyha ebben gondolkozik, akkor a self brandingnél az azért tuti, mert akik már a Facebookodon keresztül találnak meg téged, ott már nem kell nagyon értékesíteni. Míg hogyha a Google-on keresztül, és mondjuk egy problémára jár a keres megoldást, és azt, hogy nem tudom, én szeretnék eladni egy ingatlant, és ott feljön az, hogy bedő balás, akkor te vagy a, a 10-15 felajánlott közül, és akkor ott ki kéne sakkozni, hogy most téged miért válaszol. És amikor majd téged válasz, még ott is szélszelned kell, elég kemények kint a kéklinél. Viszont, hogyha Facebookból jön, és én ezért vagyok már elustulva, például most múltkor volt, nem kötöttem, tehát nem tudom, Szerintem három éve nem volt, hogy nem kötöttem be úgy ingatlan, ha szerettem volna, és múltkor például volt olyan, hogy nem tudtam bekötni, mert olyanokat kérdezett, amit nem kérdeztek, mert tőlem három évet tudod, hogy el kellett magamat újraadni. Nem, olyan a faszom, hát. <laughs> nem, nem, tudja, hogy ki igen, vagyok. Igen, <laughs> igen. nem ez volt benne. 15 a Youtube követlöm, azt nem tudod, fasz, ki vagyok. Ki, ki vagy te? <laughs> mert hogy én ki vagyok, nem, ilyen nem volt bennem, hanem az volt bennem, hogy, hogy tényleg nem kellett már eladnom azt, hogy hogy dolgozom, meg ilyesmi, és akkor újra részlete Menőleg. stand upolni kellett. Igen, és azért így. is csináltam most utoljára azt a videót, hogy hogyan adok el valami 14 lépésben, mert mondom, ezeket újra össze kell magamban szedni, hogy lássam, vagy hogy. Még mindig tudsz eladni. Hát igen, az, hogy, hogy újra elő leporolni magát a, a, a megbízástárgyalás tárgyalás forgatókönyvet, és akkor elmondani neki. Szóval, hogy, hogyha a self van szó az ez, de Ati, akkor te is mondd már, mert te, nekem te, nekem a, Nekem a self-brandnél én egyetértek olyan szempontból mind a kettőtökkel, hogy kell a landing page is, tehát most azoknak, akik nem értik, ugye egy saját domaines, például bedőbalás.hu, elked az van, azt hiszem, hogy a bedőbalás.hu arra ráteszel egy fotóval, bemutatkozással, tapasztalatokkal, stb. összerakott egy, egy darab oldalt kvázi. Tehát ezt, ezt hívják landing page-nek, és én párhuzamosan üzemeltetném, és üzemeltet is mindkettőt. Uh -huh. Függetlenül egyébként a szakmától, tehát ha te egy remek asztalos vagy, de nem értesz ehhez az egészhez, akkor igenis kérje meg valakit, aki ért hozzá, mert kétszer, háromszor, négyszer annyi megrendelésed lesz, amit másfélszer annyira fogsz tudni eladni, mint hogy a haveri körben csicset alapján éppen elküldenek valahova téged, hogy azt csinálj meg egy konyhát kétszerzerért, lehet, hogy a neten ugyanazt eladott félmillióért, mert lesz rá igény. És hogyha el tudod magadat adni, függetlenül a szakmától, és ezt pár tudod üzemeltetni. Nem kell egyébként egy, egy, egy akkora nagy összegre gondolni ezt elindításra, mert mi most más számokba gondolkodunk, mert más típusú dolgokat csinálunk, de ezt meg lehet csinálni minimum büdzséből is. Tehát egy, egy landing page-et is meg lehet csinálni néhány tízezer forintból WordPress-ben, vagy legyen százezer forint mondjuk, de nem egy nagy dráma, a domént vásárolni, meg ilyenek, azok ez az nem pénzek. Ha ezeket egymás mellé fölépíted, akkor nagyon hamar eredményt lehet elérni, szerintem. Hát én látok egyébként <coughs> iparágakat, ahol ezt nagyon ki lehetne maxolni, és nagyon nem használják. Tehát mondjuk Igen. most, ha felújítottuk a kecónkat, és látom azt, hogy, hogy például a, a, kőművesek, rendszer, ez nem csak náluk láttam, hanem más kecóknál is, amikor néha olyat árulok, amit felújították, és akkor ilyen, ilyen kőporos telefonokba szokták mutatni az, az ilyen törésálló telefonokon, hogy miket csináltak előtte. És ezt, hogyha átvennék, mondjuk vennének egy, nem tudom, három kilóért valami olyan kamerát, ami már tud mondjuk, nem tudom, uh, ilyen gyors felvételt csinálni, és akkor kirakják, ahogy mondjuk... De még annyi se kell, érted, veszel egy hírót, tehát mit tudom én, 100, 150 ezer forintért veszel egy GoPro hírót, <kül> kirakod, csinál óránként egy felvételt, és olyan referenciát csinálsz belőle, hogy beszarás. Igen, és, és ömlenének a, a érzék, de nem, vagy, én nem értenek hozzá, Az a pár ember, a tök, tehát láttam most Youtube-on például olyat, aki köműves, és már nem tudom, 30 ezer követője van, Na. nem egy hihetetlen minőségű videókat nyom ki, tehát valószínűleg kaputelefonnal. Igen, hát nem, azért annál jobb, meg van az mögött a sztori, meg azért meg van vágva, de, de egy csomó problémára ad választ. Nem tudom, hogy kell gérvágni, meg ilyen hülyeségek, Nem hülyeségek csak gérvágni. Igen. Szóval, hogy ilyeneket, ami egyébként fontos, hogyha otthon barkácsolsz, és, és én lemerem fogadni, hogy ömlenek hozzá. Ezek a do-it-yourself videók amúgy, ugye a DIY, igen, igen, ugye pakolnak igen. fölfele. Én például imádom nézni. Tehát és van egy ilyen főtöröt felgyorsítva, hogy hogy e igen. hogy csinálja meg az egészet. felépítés. Milliós felé, És, román nézik az Igen. Többek között én is. Én is vagy a nézzék vannak az indiai faszik, bár mondjuk azok inkább a, a YouTube uh, a léb, az igen. de hát ott 10 milliós megtekintés után kapnak mondjuk szerintem egy 100 ezer dollárt, legalább 200 ezeret. Nem tudom, annyira én is kiások kézzel egy Hát bedencé. úgy van, hogy ezer ott uh, mondjuk YouTube-nál, ott uh, imázson belül, vagy zsáneren belül mondjuk úgy van, hogy ezer megtekintés után mondjuk egy dollár, hogyha meg nagyon tuti vagy, mondjuk nem tudom, pénzügyel foglalkozol, akkor meg el lehet menni akár négy, meg öt, meg nyolc dollárig. Az igen. Ezer megtekintés. Most nem. El? Ilyen belső fog kiderülnek. Nagyon igen. Pár. Na, <laughs> Na e, van, de van szerint... e, van itthon, e, szige, be, ha már így bevallottátok, hogy do it yourself videókat néztek, van egy srác, aki szigetelő, és e, neki szoktam Youtube-on a videóit nézni, kurva jó fejsrác, meg e, van egy, aki burkoló, és tök minőségű. Én arra gondolom, Gondoltam a burkoló srácra. Nem tudom, mi a neve, de láttam pár, és vannak ö, beosztottjai is, és ha. akkor ott a, a diskurzus. Nem tudom már miről, ja. utoljára láttam pont, hogy Amúgy valami. ez egy picit zen, nem? Tehát, hogy úgy, ö, végig látsz egy nulláról, ha. végig építve, és akkor a végén kész van, megmutatják. Nekem az olyan picit ilyen zen, zen-gikapcsolódás az zen egész. Na és de gondold bele, hogy ott, ott mert ugye a self-brandingnek azt még nem beszéltük, hogy mi lenne a lényege, hogy igazániból persze ezt valaki tök túlnyomja, és, és valami mást épít föl magából, de én szerintem az a legjobb self-branding, amikor azt adod, ami vagy, mert azt tudod hosszú távon. Mert, mert hogyha, nem tudom, egy felnagyított valamit, vagy egy egy, 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 állarcot teszel magad elé, és azt próbálgatod, az egy fél éven belül, egy éven belül, vagy legalábbis én biztos, hogy nem bírnám játszani. meg, egy, meg megterhelő, tehát, hogyha azt adod, ami vagy, az tök szuper. És hogy a szerbrendnek meg az lenne a lényeg, hogy eleve a régen úgy dolgoztak, a régi ingatlanosok, vagy bárki más, hogy volt mondjuk 300 ismerősöd, és, és azok között terjedt mondjuk azt, amit éppen csináltál, nem feltétlenül ingatlanos, hanem bármi más. A szerbrend meg a közösségi médiának köszönhetően főként az, azt tudod elérni, hogy nem 300 ember az, aki aki ö, elérhetsz, hanem tízezret, százezret, milliókat. És ugyanez a, ez a hatásmechanizmus, ami régen 300 embernél működött, az fog működni 10-100 ezer embernél, és nyilván a bevételeid is hát ha nem is teljesen abban az ütemben nőnek, de valami hasonló növekedést el lehet vele érni. Én annyiban, bocsánat, annyiban egészíteném ki, hogy szerintem ez az őszinte kommunikáció rohadtul fontos. Tehát eh, ahogy mondtad te is, hogy felesleges saját magadat biedesztára emelni, mert ha nem igaz, akkor rosszak lesznek a visszajelzések. Ha többet várnak el tőled, akkor visszafelé fog az egész elsülni, hiszen lát valamit rólad a neten, de annak a felét se tudod, vagy mondjuk lenyúltál valahonnan maradjunk az asztalos videó vagy bármi, hogy felépítettél egy 4-5 milliós konyhát, vagy valamit, de közben rohadtól nem vagy rá képes, akkor miről beszélünk? Tehát, ha megvan az őszinte kommunikáció, és visszakapja azt az ügyfél, amit elvárt tőled, akkor amit mutattál, az, amit mutattál, akkor ő csak tovább fog ajánlani, akkor ő tovább fogja ezt osztani, belájkolni, stb. És ez saját magát fogja generálni, mindenféle reklám nélkül, ami viszont remek. Egyébként, például visszatérve arra, hogy egy olyan például egy sajtó megjelenés mennyivel kevesebbet ér, és én például azért nem jártam egy időbb. Most már elszoktam válni, de nem azért, mert érdekel, hogy tévében... Hanem a pénzé Azért sem, hanem inkább azért, mert akkor gyakorlom a beszédet. Szerintem és... csak eladott magad, de nem baj, hitesd el magaddal. Igen, igen, ez a, de egyébként tényleg az, az, bár mondjuk reggeli műsorokban most sem mennék el, hogyha hívnának, én most voltam. már nem, nem, hívnak. De milyen szar fölébredni korán reggel. Legalábbis de, mert nem nem kellett mennem, igazából az volt a jó, hogy ugye élő volt. De ott ha. nincs az, hogy elbaszol hát valamit. Nincs. Nincs. Ott nincs. Ott élőbe beülsz, ott 14 másodpercet van besétálni a bútorra, nehogy felrúgjál egy kábelt, mert mennek keresztül, Van egy, tehát van benned egy para, és hiába tudod, hogy miről fogsz beszélni, meg hogy izé, tehát jó vagy abban, amit csinálsz, és nem kell magad eladni, akkor is para. Még akkor is, ha egy pici tévénél csinálod, vagy bármi. Én, én stand-upoltam egy nagyon rövid időt, és emlékszem, hogy olyan. Ki lámp... Videót, videót, videót szeretnék látni. Tényleg? Na, persze. király. Akkor ez lá, ez alá. Csak lá, le van. Nem, 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 le van. Tehát az privátban az van rakva, de műsor után meg tudom mutatni. Na, király. is léptem fel. Tényleg? Persze. Kovács Azt András ki... Péterrel is léptem fel. Tényleg? Na. Nekem az egyik kedvencem a kap. Na, így... De olyan volt, hogy a, hogy a felépések előtt így cigiztem. És, de így, így, tudod, így teljes kép, azt se tudom, hol vagy, és vagy tudod, hogy hol vagy, és így szívom, és így nézek le az izére, a, a, hamutartól, és meg kétszik éget. Így, 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 teljes képzel, tudod, hogy be vagy, hát legalábbis én be voltam És, szar, ízé, és, szar, és, és el... volt, volt az nevető gombot, hogy... Ne... Igen, igen vicces volt, Janikám. Igen, ilyen volt, megért. Inkább ez a taps ment a Nyilván. Legvégén, Vagy hogyha elbasztam, akkor... Melyiket de egyébként volt olyan, hogy elkúrtam a ízét. Jó, de nem. hát Sikon. most az... Na mindegy, szóval ez van. Peti, ne hallgass. <laughs> de egyébként az tudod, segítség, hogy... jó jól elhallgattalak most benneteket. Nekem, nekem egy kicsit... Megvárjuk a mentőt, hogy elvonuljon. <laughs> nekem egy kicsit erről... Erről én más szemszögből közelíteném, meg inkább azt mondom ezt a self-brandinget. hozzá nem értő szemszögből? Nem, alapvetően ugye most beszélt a, a Balázs arról, hogy a legelejétől közve ezt elkezdte építeni. Én két részre osztanám a, a Facebookról jövő megkereséseket. Ugye vannak az ismerős réteg, onnan, úgymond vírusmarketing szerint terjed egy oldal, akik ismernek, akik meg vannak elégedve veled a dílek alapján, ugye látják, hogy sikeresen értékesítesz ingatlanokat, és ez, ez visz előre. A másik oldala viszont azok az emberek, akiknek lövésük sincs arról, hogy ki az a bedőbalás. Mert ugye, hogyha most folytatsz egy Facebook kampányt, akkor vadidegen embereket is el fogsz érni magával a kampányon. És én. én annak a vonalnak a híve vagyok, hogy ezek a leadpécsek, amiket ugye csinálnak, csinálunk szervrend építés. Ugye beszéltünk arról is, hogy milyen alapvető dolgokra kell odafigyelni, hogy saját e-mail cím, saját doménnév. No. Kukat Erről email. az jut eszembe, amikor egy vita volt a kantinban, még emlékszem, beléd a Katila, ja, 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 hogy most nem tudom, hogy mi a baj a gmail e-mail címmel. Szóval itt Hiteltöm. számos olyan tényező van, amik, kellenek saját névre szóló domén név, saját e-mail cím felépített lead, és ugye egy, egy folyamatos tartalom marketing a Facebookon. Na most gondoljatok bele, hogy mi van akkor, hogyha ezt egy vadidegen ember látja meg ezt a... Hát ez a célja az egésznek. Igen, de hogy mit gondol? Ugye alapvetően ott kezdődik a történet, Mármint mit, hogy... Mi, mi, mit lát meg? Azt, a, hogy a Facebookos hirdetést, a, az mondjuk így, egy, a egy, a egy, videót. Hirdetést. Vagy mit? Hogy eset, is vagy, is vagy is a, a, a valásnak, nekem, neked, vagy bár, bármelyikünknek, a Facebookon hirdetjük saját magunkat. Igen, a de nagyrészt egyébként hozzáteszem, vadidegenek látják a Facebook elérését, hogyha nagyon penge vagy, akkor kb. 40% a követőidnek, és mondjuk, hogyha fölmész 100%-os elérésre, de akkor nincs. kb. a 60 De én, az én nem erre akarom kihegyezni. Én arra szeretném, nekem az, a, az lenne a lényege, mondani valómnak, hogy gyakorlatilag én azokat a a self-brand vonal, vagy azt a self-brand vonalat tartom legfőképp célra vezetőnek, ahova bele van téve a szakmaiság. Magyarul, hogyha megnyitnak ugye egy, egy oldalt, akkor lássák azt, hogy igen, ennek az embernek, ennek, erre az emberre a legnagyobb lelkismerettel rábíznám az ingatlanomat. Erről beszéltünk, igen, És, és gyakorlatilag, ha, ha ez az érzés nincs meg, nincs mögötte felépítve egy szakmaiság, ugye, és, és én ez az, amire kicsit úgy gondoltam, nem nagyon tértünk ki, hogy a szakmai elven is fel legyen építve az a, az a self brand, ne csak az, hogy folyamatosan megjelenjünk, hanem ott legyen az, amit beszéltünk még az adás előtt, hogy milyen ingatlanokat adtunk el, stb. Hogyan kimegyünk -e egy lakásra, akár egy ilyen verk, Verkfotózás volt. Hát persze, bár, De az a lényeg, hogy persze. ezt meglátja egy ügyfél, miket csinálta. Ugye a Balázs Balázsú nulláról kezdő, teljesen nulláról építette fel. Nálunk azért van egy 15-20 éves múlt, te már ezt régóta Én Nekem ]ani. csak 15. Ö, hát ma ingatlanzásban nekem is több, de a szerverrendbe csak 6. Na nekem sokkal kevesebb, és ugye én, ö, amit én saját magamról tudok nyilatkozni, és, és kezd működni. Ugye nem pár hónapja fut a, a Facebookon, Facebook, szóval még gyakorlatilag nagyon friss. Minden egyes kiutásnál ugye a, a saját oldalam után nem volt kérdés. Szóval nekem nem kellett kint a helyszínen megmagyarázni, hogy most, hogy most amit az árat én mondani fogok, azt én mire alapozom, mit miért, hanem, hanem és, sőt, hozzáteszem, amikor azt mondtam a tulajdonosnak, hogy igen, de akkor azt kérem, hogy csak én foglalkozom. Nem kellett nagyon, nem, nem kell magyarázni. szélszenni ilyenkor. És persze. én azt, azt ha, mondom, hogy ha egy self brandet épít, akkor nagyon fontos az, hogy próbálja átadni azt a szakmaiságot, amit akármennyire szörnyű most kimondani, az ingatlan közvetítőknek a 80-85%-ából hiányzik. De és... most nem az ingatlan közvetítőkről beszélünk, hanem nagy általánosságban is, és ez igaz. Tehát de ez 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 igaz azért, a ezért mondtam az asztalost a külművel, ez, ez, ez mindegyik, persze, most én a saját én egy tudok Én kicsit vitatkozok, de egyébként vitatkoznék veled, ami egyébként igazad van. Csak, Csak hülyeséget beszélsz. Nem, ez nem, ez tényleg így van. Ez Tehát, így van. hogy az első érintés, az tényleg fontos, hogy szakmai legyen. De azért a self-brandnél az első érintés az, amikor, amikor beter, most rondán beszélve, jó, inkább beszéljünk szépen, amikor Megkövet az ember, az az első érintés, mert azt mondja, hogy oké, ez nekem tetszik, engem érdekel ez a És a csúk vagy de... a tojás esetében de... nem, nem, nem Nem, az nem, az nem, az nem, nem, mindjárt a... folytatom. Nem. A szervrennél viszont az fontos, hogy megismerje a személyiséget és ott már viszont kurvára lényegtelen. Tehát én például szoktam nagyon sok olyan videót csinálni, ami Star Warsról szól, elmegyek, mert sokkal közelebb kerülnek hozzá, teszem nem azért csinálom, hogy közelebb kerüljenek hozzám, hanem azért csinálom, mert szeretek ezekről dumálni, viszont az is fontos, hogy megfoghatóbb legyen. És ö, egyébként Ennél látom érhető. például állatok, egyébként a beszélt Grabont, hogy nem kell egyet csövön jöttük. nyomja mindenki azt, hogy ő, hogy ő tökéletes, tehát hogy, hogy ő full time ingatlan, Nó, néha persze lazítás, de az is azért, mert dolgoztam és lazítok. És eladtam íratlan sok ingatlant, és mellette még volt időm mutatni egy még egy kicsit. De, de még egy kicsit lazítok, mielőtt de. még bemutatnék. Szóval, hogy mindenre. Tehát ez is olyan, hogy ez, ez mindenkinek az egyéni választása, hogy kinek mi az, amit szeretne mutatni magából, és ez itt a szerbbrendnek. Amiről te beszélsz, az is, az is a brand része, csak az az, az, egy, az egy szegmens. És például a, aki nekem szimpatikus, bár ott is ő is valamilyen ma. Marcsi. Nem tudom, a nevét azt most elfelejtettem. De rend, rendkívül szimpatikus lehet. Nem, egyébként tényleg. Na mindegy, és ő, ő például ö, sztorikat ír magáról, hogy hogyan adott el valamit. Én ezzel, bocsánat, csak hogy reagálok is... rá, én ezzel azért nem értek teljesen egyet, mert mindenképpen vita, vita, kell az, vita, hogy vita, vita, nem, hát, ö, nem kell minden egyet értsük. Nem. De... Nem. <laughs> gyakorlatilag mindenképpen kell, hogy megismerjenek belőled hmm. minél többet. Persze. A... Én, én te, igazam van a Daninak, viszont én úgy fogalmaznék, hogy nem elég hozzá. Szóval úgy, egy De szakmai szellemrendet nem lehet felépíteni, hogy most minden nap ja sztorizgatok, hogy, nem, hogy nem, most... Nem. Most, nem, most egy egyensúlyt kell egy, találni a, a hanem, referenciák nincs, és most, ha a belső között. Ha nincs ennyi. mögötte egy szakmai eh, háttér felépítve, és lehet attól micsodálni, hogy most, most bentülök a, a mert most előbb eladtam egy lakást, és most meg micsodálni, és olyan jó egy Hogy, <laughs> hogy ég 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 ezt rá. rólad pont el tudom hogy azért mondom, mert most magam beszél simán, hogy hú, de egy kicsit kikapcsolódás, mert egész nap öt lakást mutattam, és közben kétvételit csináltam. Ez, ez így oké, okay, de, de én láttam olyan uh, ingatlanos uh, self ahol gyakorlatilag még az ember mögött nagyon nem találkoztam tényleges, valós, hozzáadott értéke. Csak mindig az, hogy most uh, ilyen levestettem, most itt vagyok, most innen jelentkezem, ez tök jó minden, mert többet tudok róla, mint a saját anyja, de gyakorlatilag az, hogy ő őre rábízok mondjuk egy 100 milliós ingatlant, az már nekem lehet. Én ez én csak mondom, te, ez mondom. csak én te. Én nem, nem. Nem. a Akkor... Facebookot és az Instagramot választanám ilyen szempontból külön, mert hogy a Facebook azt gondolom, hogy az, ami, az a platform, ami a, a szakmai tartalmat kell, szerintem legalábbis jobb előnyben részesíteni vagy igen. ott, illetve az Instagram pedig, ami a személyes megjelenés vagy a személyes tartalom. Szerintem mind a kettő kell egy egészséges egyensúly. És amiről te beszélsz, hogy legyen mögötte tartalom, azon, hogy ettől válik őszintévé, amiről előbb beszéltünk. E ettől lesz őszinte. Meg kell, ahogy Attila mondta, az egyensúlyt találni, hogy mindenből kapjuk. Legyen Azt megfigyeltétek, is, hogy, legyen magán hogy az utóbbi is. két évben a Facebookon gyakorlatilag egyre több ilyen exponenciális görbeként nő a, most megint ingatlanosokról beszélek, nem külművesekről, a, a építő ingatlanosok száma? Nyilván, hát erről beszélnek. Hát, beszéltem. három, a... négy, öt évvel ezelőtt gyakorlatilag lepkehálóval nem tudták kettőt összefogni. Beszéltünk már, hogy ugye a franchise-ok -ok is felismerték ennek a fontosságát, Persze. és kiemeltek olyan embereket, akikre lehet építeni. Egy, egy nagyon dolgot, ugye a franchise-okra kitérve, a franchise-típusú self kiterve. kitérve. Hmm. Én azt azért különböztetném meg abból például, amit akár a Balázs is csinál, ez megint persze a saját véleményem, hogyha megfigyelitek azokat a franchise-okból próbáló kinőni szervrendépítőket, a legtöbbnél gyakorlatilag semmi más hozzáadott érték nincsen, csak hivatkozás magára a hálózatra. Hát meg saját magára. Én nem, az baj, hogy nem követek s, úgy nagyon senki. Nem látom. Én csak saját magunkat én, tudod. Hát én, én Facebookon Daninak már nincs szükség. Nem, azért csak nem érdekel. Tehát hogy én azért nem is szoktam, hogy nagyon. Tehát nem, nem nagyon érdekel. Inkább olvasok. Nem, én azért meg szoktam nézni azokat a jó lead page-eket, mindent, ahogy gyakorlatilag az ember ugye jó papoltik mm -hmm. tanul, hogy meg azok a, az, össz, milyen típusú összeállítások, hoznak minél több konverziót, illetve van nagyon jó program, most ajánlották például, amit be lehet építeni, ez a Hodger. nem tudom mennyire ismeritek. Uh -huh. Ez gyakorlatilag hőtérképszerűen, illetve gyorsított videókkal is megmutatja, hogy egy, egy, egy lead page-nél gyakorlatilag hol vesztesz konverziót. Sok ilyen van, igen. Na beszéljünk egy nagyon fontos dologról, és kíváncsi vagyok mindannyiótoknak a véleményére, hogy ha valaki egy self-brandet el akar építeni, annak fel akar építeni, annak milyen embertípusnak kell lenni. Tehát milyen tulajdonságokkal kell ahhoz rendelkezned, hogy ez egy működő dolog legyen, ha egyáltalán szükség van ilyesmire. Dani, jó, te ismered az embertípusokat, hogy introvertet, extrovertet, vagy... Van elég sokféle, lehet de akár... Ott a 8, 8 nem tudom, 8 nyolc alapot nem, ismersz. Van hogy... enneagramma, ott 90, de van például a, a, ez a, az int meg ezek a 16 embertípusai, nagyon sok sokfajta. Én, Na, én azt gondolom, hogy inkább ebben nem hagyjuk, menjünk bele. Hagyjuk ezt a vonat, nem a Hanem hogy, hanem hogy mit. Mi, mi, szükséges? Igen. Egy emberben ahhoz, Mindenképpen hogy jó kommunikáció képest. képességen, azt mondom, most embertípustól függően. Ha nem tud jól kommunikálni, akkor gyakorlatilag halott ugye, az egész. Hát meg megint csak a tartalom legyen mögötte. Tehát szerintem nem ettől fog sikeressé válni a self-branding építés, hogy milyen személyiség, hanem valóban... Jó, de azt tudni kell tartanak. kommunikálni, azt azért meg is kell néha szólalni. De Nyilván, de... mindenki megtalálja a saját közönségét, a saját személyiség. Most egy kőművesnek is kiválóan kell tudnia kommunikálni? Hát eladni Az magát. nem egy szélszakma. Azért ne, ne hasonlítsuk össze a külművest az ingatlan De most csak a self, -branding. A self Igen, beszélünk. csak ugye a kommunikációt emeltük ki, mind nálunk. Hogy egy... De hagyjuk a közvetítést. Mi most nem ingatlanosok vagyunk, hanem self brandingről hát, beszélünk. Azért, azért kíváncsi. a magát, tehát azért nyilván fontos a megjelenés. De ott mondjuk Mert ha mondjuk szakmailag a ő a legjobb a, a városban, de nem tud két szót egymás mellé leírni helyesen, vagy elmondani helyesen, mert bármi, vagy nem tud beszélni nem tett... branding építésbe. Hát kezdeni. nem, most beszélünk. Szépen... Szerintetek egy külművesnél nem fontos a kommunikáció gyerekek? Valamennyire fontos, de messze hát... nem annyira, mint egy kommunikációs szakmában. Hát figyelj, hogyha ha. most megint attól függ, hogy mit csinálunk. Tehát a self-brandingnél szerintem ott azért van ennek egy mélyebb, meg egy felszínesebb története. A felszínesebb az lehet. Az, hogy olyat csinálsz, mint amit beszéltünk, ezek a vietnámi srácok, akik kézzel kaparják, ott egy rohadt, én még beszélni nem hallottam őket. Mm. És valószínűleg, hogyha mondjuk ezt itthon csinálnák, mondjuk nem tudom, könnyű szerkezetes házakkal, akkor, akkor keresnék magukat, mert mindenki őket keresné, attól függetlenül, hogy egy, egy, egy szót nem szóltak fölvehetnek hozzá egy, egy menedzsmentet, egyetlen egy embert, aki majd beszél velük. Tehát én azt gondolom, hogy ehhez nem kell. De hogyha a self azt nevezzük, hogy egyetlen egy emberről szól, és hogy téged minél jobban megismerjen az ügyfél, ahhoz viszont kell a kommunikáció. De mondjuk ezt is azt mondom, hogyha mondjuk, ha megint self beszélünk, az egyik legjobb példa egy svéd, azt hiszem svéd a faszi, nem tudom, vagy 8 millióan követik, ő nem szokott beszélni, vodkát iszik és korcsolyázik, nem tudom, hogy láttátok-e. Abszolút szimpatikus. De arról is csinált videót, amikor Rákos volt, és kivették a belének egy szakaszát. És de Dani, ez mind szólt. kommunikáció. Gyakorlatilag... De ott, ott, ő csak gegeket csinált. tehát nonverbálisan kommunikáció. De az, nem is, szól, az, az is kommunikáció, jó, persze, igen. De, de nem Most ugye egy kőművesre visszatérve, hogy nem kell kommunikálni, én azt gondolom, hogy ott is nem biztos, hogy a verbális, hogy az jó megfogalmaztad a verbális kommunikáció lényeg, de az, hogy változatos tartalomépítés, az, az gyorsított felvétel például, hogy bemutatja, hogyan épül meg mondjuk egy egy fal, stb. előtte utána a képek. Ezt a szokták megcsinálni, hogy például van a Google automata felismerő, Azt... és felismer, vagy felolvastatják a automata felolvasóval, hogy egy számítógépes ja. női hang felolvassa. És nincs benne az ember, nincs benne izé, csak az, amit ő csinál, felgyorsítva, ő ott van a képen, de nem ő beszél, nem ő olvassa föl, csak mondjuk megírja a szöveget, és egy automata felolvassa. A de a szöveget is meg kell van. tudni írni. Ez meg és a másik. Mindenképpen beállítani magát a kommunikációt egy olyan irányba, neki ugye és se legyen alkalmas. Csak tűr, ez ez olyan, kell, egy, kell egy is érzék, is én azt gondolom. Tehát nekik, Én is a blogból indultam ki, és írásban kommunikálok nagy részt. Ellenben ugye, Dani meg full szóban kommunikál, és most már alig blogol. Tehát nekünk kb. Szerint. fordítva van, 90-10-ben kommunikálunk. Mind a kettőt Mondok egy elkezni. egyszerű példát, csak így hirtelen eszembe jutott, hogy valahogy van egy nagyon jó kőműves, és tényleg ott mutatja, hogy hogyan kell mondjuk vakolni. De mondjuk mellette ott van a, a kis kettes tüskje a földön, üresen. Én nekem hogy csak hitelesebb lesz. Őszinte. Jó, őszinte. őszinte. Meg, nekem, megvan a hitele, meg hitelesség. Egy borsodi, meg egy tüske. És még tör, mutatja az óráját, hogy reggel 8.42. És már megvan, ki és, már, és bár kettő üres, és még egy ott van. Tehát nekem csak hiteles. Jó, akkor én szerintem ez, ez egy komplexebb kérdés, mert hogy mondtad, hogy mi, mi kell hozzá, és itt beszélünk kommunikációról, a vizuális kommunikációról, nonverbális kommunikációról. De szerintem pont ez a tuti ebben az egész szervrendingben, hogyha vagy én már, veszély, én már, én márkáról. Én márkáról. már, magyarok vagyok, már nem? Káro, igen, tehát, igen, tehát az én márkáról Károl Szóval, hogy itt a platform is lényegesen. most te, hogyha Instán építed magad, ott jobb persze már ott is lehet videókat csinálni, meg sztorikat, tehát látsz, a Cilát az ott húzta fel magát, hogy, hogy egyfoly... mármint úgy húzta fel magát, hogy sok követőre tett szert, hogy folyamatosan sztorikban kommunikált, és azt meg, azt meg mindenkinek kiteszi a, a, az Insta, és nagyon sok nagy eléréseket tudott el Érni. Szóval, hogy vannak olyan platformok, ahol nem kell beszélned, van, ahol csak írni kell. Szóval én azt gondolom, hogy aki, a, aki valamennyire ismeri saját magát, az úgyis meg fogja találni a megfelelő kommunikációt. Annyit platformat. kiegészíteni lehet a platform, hogy most már az Insta és a Facebook ható körébe tartozik. Egy, akik kampány szervezése, Facebook kampány foglalkoznak, ők már nagyon pontosan tudják egy idő után beállítani úgy a Facebook kampányt, hogy hogy jelenjenek meg, milyen típusú hirdetések, Messenger, Insta, például lövésem nincs hozzá, mert ez mert tényleg egy külön szakág, de nekem volt olyan lidem, ami az Instáról jött, és csak néztem itt halaszatgyorba, hogy Isten mit keresek én az Instán. És kiderült, hogy, hogy nem tudom milyen remarketinggel, meg egyéb módszerekkel a Facebook az oda feltette azoknak, akiknek releváns lehet. Lövésem a Facebook, nem hát Sőt, a Facebook Insta össze van így kötve, a érdekes, érdekes e? van, aki azt mondja, ingatlanos brand építő, hogy, hogy például Google. A Google-ben is ö, ö, az advercel tudott már lideket szerezni, ami tökéletes. Hát persze erre kell a landing page. Hát, sőt, a Tumblr-re is. Mondjuk ezt a landing page nem fogod tudni megcsinálni. Egyébként Ez. van még egy harmadik, amire csak én nem szántam rá időt, hogy a... bár mondjuk azt hiszem a Tumblr most kikerült onnan, de a Yahoo!-é volt egy időben és akkor a yahoo lehetett reklámozni szarér húgyér, és a Timeleren. Van még a LinkedIn, de az, hogy Magyarországon az nem yeah. nagyon. Valahogy nincs a LinkedIn-nek, szerintem. Ez az egy szakmai vonal lenne, és külföldön nagyon jó használják, de itthon. Én nem Itt tudom, az... hogy ez itthon amúgy miért nem terjedt el. Tehát nekem is van regisztrációm évek óta, figyelem, stb. De... Szerintem nyelvtudás miatt, mert angol. De ennyire nyelvben... hülyék vagyunk az angol... Szerintem, ha. ami még a platformokhoz tartozik, hogy melyiknek mi az előnye. Ki nem mondta, hogy TikTok? A TikTok, <laughs> Egyébként a, a TikTokot... De az, az, milyen beleg lenne ott egy ingatlanos... Amúgy van már ki Egyébként én láttam pár videót Amerikában, és nagyon-nagyon jól mutatnak be. Tehát ilyen 10-15 másodperces videóban mutatják be, nagyon gizdán, már-már már egy kicsit talán túlzóan is, de nagyon minőségi. De ott a célközönség nem fiatalok? Vagy én gondolom rosszul? Inkább hát a felhasználói közönség a fiatalok. Fel, úgy értem, úgy Igen. értem a felhasználói közönség. De felnő egy generáció, tehát most a Facebookot is fiatalok kezdték el 15 éve. Azt Aztán az már el is törölték magukat közben, mert anyáék is regisztráltak. És így tovább, <gül> <gül> tehát hogy mindig jön egy új generáció. Sőt, is. én a Facebookon látom, hogy, hogy az azért erős. ez egy kicsit már kezd tényleg inkább 30 pluszos felé mm -hmm. menni, sőt. Hát a Facebook erősen. Tehát én, a nagyon sok fiatal lehet, a, a, tiktok, a TikTok az nagyon odavert neki, szerintem. Az utóbbi egy, egy évből szerintem, ami, ami nagyon elvitte az Hát az, az, az inkább az mert, az mert szerintem legalábbis. Az is lehet, igen, az mert most megint, is. Tehát a TikTokot kik használják? A 10-15 éves gyerekek. Meg én is Mint is néha. ahogy annak idején az <laughs> is. Én Faltik. Én, én csak nézem, akkor A et se használják már elvileg. Hogy... A snapchat is létezik még, azt hiszem, a azzal féterezem magam. snapchat tel <laughs> Istenem. Ezek <a> kis, <laughs> hát mindig jön egy új platform, amire először a fiatalok, a, a gyerekek mennek át, és akkor egyre idősödik el a, a felhasználóknak. Én. A... én ezért vagyok a YouTube-on egyébként, mert én nekem az. Egyébként, és visszatérve a, a platformok, hogy melyik mi, csak hogy elkezdtünk beszélni, hogy melyik milyen elköteleződés, mert az sem mindegy, hogy, 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 hogy mennyire tudod képíteni a, a hallgatóiddal, a követőiddel. És például ez, amit mi csinálunk, a podcast, az szerintem az a csúcs, mert itt, aki te is hallgatsz minket, egy órát velünk töltesz. Amit nagyon szépen köszönöm. Igen, amit egyrészt köszönöm. Én ezzel, ezzel, egy akkora kapocs, kapocs, létesül már csak azzal az egy hallgatóval is, aki egyszer meghallgat minket a 23 adásból, hogy egész más, mint egy blogot elolvasni, vagy egy 15-10 másodperces TikTok, TikTok. megnézni. Hát gondolod, hány TikTokot kell a blog, a blog, a blog, is egy jó, jó eszköz, például, amit az Attila megemlített. Ott is egy 10-15 percet vele tölt. Az is, az is egy hatékony része a szelvrendi. De így azért része. haja a hangom, lát engem, és egy órát velem tölt, szerintem de ennél ez egyre több ügyféllel találkozom eladóval, akik mondják, hogy hallgatnak titeket folyamatosan. Most nekünk, nekünk minden, minden nekem olyan minden harmadik mutatásnál az van, hogy bemutatkozom, és mondja, hogy ja, tud, igen, tudjuk, hogy ki vagy, hallgatjuk a podcastet. Igen. Én én három mutatásonként legalább meghallom ezt. Úgyhogy... Látunk a pornhabon. Ja, <laughs> <laughs> külön regisztrációt. <laughs> Na szóval, hogy utána szerintem jön a vlog, a már itt a podcast után, igen. aztán a blog, és aztán ahogy az interakciónak a hossza csökken, mondjuk akár az Instánál, hogy csak egy kép, és ott egy 5 másodperc alatt húznak fölötted, úgy romlik szerintem a konverzió is. Ez így van, ez így van. És hát mondjuk én a podcastet azért kezdtem el megint csak az, hogy imádok dumálni, és ti veletek meg jó dumálni. Köszönöm, hogy vagytok. Köszönöm, hogy vagytok nekem. Jó, alapvetően ugye beszéltünk arról, hogy kommunikáció, stb. mi kell még ehhez. Szerintetek naponta mennyi időt kell erre szánni? Csak úgy zárójelesen. Kérdés, hogy magadnak csinálod, vagy csinálják neked, ugye? Ne, most, abból, most abban induljunk ki, hogy egy kezdő, aki felépíti a self és nincs semmilyen marketing mögötte, és alapvetően Szerintem semmilyen tudás nincs a legfontosabb mögötte, csak a regisztráció. A, azt most időtől független, hogy most egy óra vagy öt óra építse fel, hogy mit szeretne. Először magába ö, döntse Legyen el. De mi, van, meg hogy akkor éves tervben, vagy mire gondolsz? Nem. Ö, döntse el, hogy mi ugye most maradjunk az ingatlan közvetítésnél. Az te köz... mindig az te most mit akarsz tisztel. könyörgöm Attila kőművesektől? Nem a kőművesektől. Ugye, Svájcban hogy futtattál, azt mondták. <laughs> <laughs> ami ez értünk, bár te lehet, hogy tudsz vakolni, én nem is akarok megtanulni. Jó, akkor De... most a beszéljünk a, izé, a Lego Mi voltál, én, mi voltál ingatlan? Én, 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 az én az kurva jó Lego összerakó. Mit, mit csináltál ingatlan? ennek születtél? Mi voltál? Előtte? Színész és filmekben játszott. A motorolának voltam a területi képviselője. Azért, mert Na, hát, nem, nem. Tényleg a ingaz... Van is És az miért vonult ingatlan... És az ingatlan piac is egyre jobban köhög. Betett, betett a Nokia, micsoda ügynöknek. És a Nokia is hol van azóta. Viccet félretéve, szerintem először üljünk le, és magunkba beszéljük át, hogy mit szeretnénk elérni. Ugye, amiket beszéltünk mindenképpen még külműveseknek is, Attila, saját, saját doménnév, De saját e-mail Az, e cér, az a csávoban, saját hogy van e 300 követője, nekünk kb. olyan Ez 100 ezer együtt. elmondja, hogy, hogy <sus> Hogy kell ezt csinálni? Hát akkor te, Dani. Nem, csak hülyeskedtem. Nem, amúgy adjuk, tehát adjuk, tehát adjuk, egyébként, ebben igazad van, tehát meg kell tervezni, hogy mit akarsz. Eddig rendben van. Nem is feltétlen számok szerint, hanem meg kell tervezni, de én nem erre gondolok, hanem amikor elindítod, hogy Görsöny Péter ingatlan közvetítő, hogy építed fel, mennyi időt szállsz rá, mit teszel rá, mi a sok? Akkor így, inkább így kérdezem, hogy Most hogy gondolod, hogy mi a Engem megszólított a kérdése, de én amennyi, éppen néha van. Szóval nekem ez abszolút nem tudatos, szerintem mert rohadtul nincs se idő. Szerintem Tudom, nem hogy jó. nem jó, Igen. csak más viszél az időmet. Ezt sajnos. értem, de hogyha ezt valaki tudatosan akar építeni, akkor szerintem erre tudatosan időt kell szállni. hát, ja, igazából én a, a profizmus. helyett azt gondolom, hogy a folyamatosság a fontos, az is folyamatos tartalom legyen, és ha van miről. Tehát nyilván a fontos az, hogy valóban legyen mögöttes tartalom, az ember végezze a napi munkáját. Szerintem alagyon. sokkal viccesebb, hogyha este csinálsz egy ilyen tartalmat, hogy ma nem csináltam lófaszt se, és akkor egy fotót kiraksz, hogy fenn van a lábad. ez is, <laughs> ez is mondom, tartalom. Ez, és őszinte, tehát hogy tényleg mindig legyen őszinte, amit a mikrofonba. Legyen mindig őszinte az, amit. De posztulál. ha ez, ha ez őszinte, és kirakom, és az emberek szeretik, akkor ennyi. Én Neked mondok. korábban, amikor, bucsánat, amikor saját magad csináltad el a Facebookon a tartalom marketing építésed, mennyi időt vett el? Vagy hogy hogy osztoltad? Nem szentem rá egyébként, nem szántam rá elegendő időt, ehhez képest tök jól elindult és alakult. Most már ugye van egy segítségünk abban, hogy ezt az egészet kezelje meg, gyártsa a tartalmat. Köszönjük nekünk! Nyilván közösen és, és együtt meghatározva, de hát az a cél végül. Mondjuk is. heti 5 óránál többet nem vett igénybe, és azon, hogy nem is feltétlenül érdemes ennél többet, mert az már elvinni a fókuszt. Nekem van két okos megjegyzésem. Az egyik az az volt, amikor rájöttem, hogy konverzál a, a, az én márkám, és hoz, hoz embereket. Konverzál? Nem? Konverzió, mindegy. Szóval, konverziót képezünk. Igen, kell, konverziót Konvergál. Képez, igen. Konvergál. Konvergál. Vagy, vagy, valamit csinálunk, nem tudom, a kábelt is. Ko -ko igen, és <laughs> Na mindegy, szóval mindig az volt előttem, hogy inkább csinálok egy Facebook posztot, mint hogy hideg hívjak. Bár hozzáteszem, ott is egész jó voltam, de valahogy azért kellemesebb egy, egy kamerában. élőbe hideg hívás. <laughs> úgy, úgy nem tanít hideg hívni. <laughs> én szerintem nem hívtam már, ha, vagy 6 hét. Én régen. évek óta nem hívtam. Na, is nagyon rég nem. Mindegy, szóval, Mind hogy én... Tegnap. <laughs> És ma is fogsz. Igen. Na, szóval, szóval, hogy de visszarázódnék egy hét alatt, csak szar lenne, az biztos. Hát mindenki utálja, át, és van, van, ami kötelező. Na mindegy, hogy én nekem mindig ez lebegett. És megint csak az, hogy hogyan, milyen rendszerességgel ö, kezdje el ezekkel foglalkozni, ez megint platform függő. Mert hogy a Facebookkal, én például én, én amikor erre rájöttem, hogy akkor jó lenne egy kicsit tudatosabban építeni, mert ez, ebbe pénz is van, akkor én mindig azt csináltam, hogy, hogy például most is, most én már csak a YouTube-ot építem tudatosan a, a, Facebookra, csak amik velem jönnek, vagy velem szembe jönnek, azokat kiteszem. A YouTube-nál például nekem van heti tervem, hogy sőt előre Kb. olyan fél évet szoktam megtervezni, vannak ötleteim, amiket csinálunk. Meg. Persze aztán nem az szoktam, de akkor is egy kapaszkodó ahhoz, hogy hogy éppen jövő héten, jövő hét után milyen, milyen vlog témák, miket szervezzek le, mivel kéne előtte foglalkozni. Ez most az, amit Balázs mondott, hogy folyamatos Igen. Vagy, hogy legyen benne egy egy folyamatos tartalom, ilyen és te, is, te mondjuk blogot írsz, gondolom nálad is volt valamilyen tervezet. Most ott, is van, ott Tehát nem hogy... tudom, hogy hetente kell egy ház. Hát most vagy én a hetente egy lenne az ideális, de most olyan másfél hetente egyre lecsúsztam, de azért, mert több mint 400 bejegyzésem van, és kurva nehéz új ötletet kitalálni már ilyenkor. Tehát ha van új ötlet, azonnal megírom, mert kifolyik belőlem. Tehát ez nem gond, de az ötlet, ötlet nehéz. Ötletet lehet találni azért. Ne, a Kalmar-kantimból is eltemelni. Most amúgy pont egy, ez volt, tudom, hogy a Kalmar-kantimból volt az alaprajzós, és akkor igen, erre jött megírta. az, hogy egy lehet ötletelni, különben csak egy hirtelen az volt szembe, egy pár évvel ezelőtt az egyik kollégámmal elmentünk a Danny blue az egyik ilyen, ilyen magic, magic oktatására, hogy mire kijövünk, megtanulunk profi leadszerzők lenni, stb. stb. Ugye hát igazából a pogácsa jó volt, stb. De egyetlen egy dolog, ami megragad bennem is hirtelen, így bevillant, ahogy most mondjátok, hogy mit kell tenni azért, hogy te minél jobb legyél a, az adott területen, a csapból is neked kell folyni. Ennyi volt, amit én leszűrtem, meg a kollégám is. A Danny Brunak az oktatásában azt mondta, hogy, hogy ö, ingatlanra kitérve megint szórólapon, é, médiába akár a Facebookon, mindenhol gyakorlatilag az adott területen neked kell a csapba is folyni. Én, nem és tudom, pedel, én nekem ez, szerintem egy idő után visszás. Szerintem is. Nekem visszás. De például a szórólapnál az működik, akik tényleg nagy üzembe szórólapoznak, és itt a folytonosság elve is fontos, amit említettél előbb, hogy minden héten, minden max, második hétben névvel ellátva ott legyél bent a postaládába, és utána már névről fognak nagyjából tudni, hogy igen, te ott a nyeken ingatlanozó, és hogyha eladóvá válik a lakásod, és van bent öt szórólap a postalád, de ugye azért szokott lenni ennyi, akkor nagy valószínűséggel a tiedet fogják kivenni. Lehetséges, nem tudom, nekem egy idő után visszás, tehát 40 választék, én agyvérzést kapok tőle. Mi volt, mondd, hogy énekel, Tehát folyik, a, a csapból is ez folyik most, és én agyvérzést kapok tőle. Attila, akkor még ez szépen. Nagy választék, szuper tehát de vannak olyan dolgok. Most kiégett az optika. Tehát vannak olyan dolgok, ami sok. És uh, én szerintem meg kell találni az arany középutat. Nekem volt olyan Instáról is leiratkoztam olyan emberről, akinek naponta 7-8 új posztja volt fönt, és én megőrülök tőle. Az mert az ha felteszed sztoriba, az egy másik kérdés, mert végkattintatom, de szétcseszi a izémet, az időgonalamat. Én meghalok. Az hogy kérdezzem meg, hogy nálad a Facebook az csak Budapestre van targetelve? Budapest, Budapest, Budapest és Budapest is Pest, is Pest, is Pest Hát ugye én is török bálinti vagyok, tehát itt a... Ne bassz már fel. De. Tényleg? De. Tényleg török bálinti vagy? Ez most miért kora... Hát nem tudtam. Amúgy nem ott lakik, de... Ja? De hát török lesz. Még egy tudás de. a csárdába, figyelj, hogy csak, milyen... Csak csak, érne, csak, érne, csak, érne, csak írják. Ja? Dani megjött a konkurencia. A szemköztiek már érdiek. Ja, akkor tudom erre, ott a, a fele, az emelkedő, az emelkedő a Szent István utca felé. Mondd már be a házszámot lények. pontosan, hogy hagyj csöngessenek be a hozzá. Felső út. nincs, <laughs> hogy az erre van. Én, én, Milyen ingatlanos vagy? <laughs> ez nagy szar. És <laughs> Balázs, mennyit, mennyit locsolsz bele napi szinten a Facebook kampányban lehet tudni? Hát megmondom őszintén, nem is figyelem, csak vonják le folyamatosan a számlámról. Mert... Minus 150 az Ez csak a jaguar Hát amíg én csináltam, addig havonta egy ilyen 80% ezer forint elmentél. Napi 2-3 ezer forint. Aha. Igen, a de, ez, de ez megint olyan, hogy arra. napi 500 forintból is tök jó sikereket lehet elérni. Nem kell annyira túl gondolni ezt. És, És azt hogy kérdezem meg, hogy lészerés szempontjából mi a tapasztalatod? mennyire generál ez ez neked? Én azt heti, vettem észre, szinten... hogy jön, jön egy követő mondjuk, és aki pont tehát nem érdekelt a témában, csak valamiért úgy gondolja, hogy bekövet, vagy belájkol, Igen. ő nyilván nem annyira releváns, viszont azt veszem észre, hogy mondjuk egyre intenzívebben kezdi lájkolni a posztjámat, és volt egy-két olyan alkalom, amikor nagyon éreztem, hogy ebből lesz valami, mert tényleg nagyon minden posztomat elkezdenék, és akkor egyszer csak felhív, hogy. hogy Szia akkor... Béla vagyok! 20 plusz kupak. Gumi nélkül 25. Hogy gyerekek? Mint egy, ahogy a Gangsta Zoli mondta, mint egy. 20 plusz. Mint egy francia bagett, egy vermagus is tetején. Júj. Ideje nehéz, így nehéz. Youtube kérni fogja a plusz 18-at. <laughs> Addig csinálod, Dani, ami, ami életkorbesorolás fog. Szegény, szegény Balázs, hogy mondja végig, amit mondani akar? Aki nem közvetve keres meg ajánlás útján, vagy lájkol be, hanem tényleg így teljesen véletlen, akár fizetethirdetés útján lájkolja be az oldalamatot, azt tapasztal, hogy eltelik egy három-négy hónap, elkezd egyre intenzívebben lájkolni a posztokat, és amikor aktuálisan válik neki a téma, akkor még inkább, még több megkeresés érkezik, meg like a részéről, és akkor szoktak felhívni. Neked van lead page -ed? Landing. Landing page igen. Hát egy bocsánat. weboldalon van. Weboldalod. <coughs> bocsánat, weboldal. Szóval, szóval, szóval és a olyan ]nek van kellem, neked, hogy közvetlenül célirányosan, ugye látták a Facebook hirdetéset, és célirányosan nem követőd, stb. nem keres meg a... Hát a weboldal, én, én nem annyira Foglalkozom megmondom őszintén a weboldal, én nekem az azért van, hogy ez is legyen, és tényleg teljes legyen a kör, meg ha már egy konkrét megkeresés van, akkor oda szoktam őket irányítani a kérdőívet töltsék ki, hogy tudjam, miről van szó milyen ingatlanról. Megkapom e-mailben, és amikor felkeresem, akkor már tudom, hogy felkészülve tudom hívni az ügyfelet. Én egyébként úgy szoktam gondolkozni, csak hogy aki most kezdi el az, hogyan számolgasson, hogy kb. Ha száz embert veszünk, bárhonnan, akkor annak olyan, abból egy az biztos, hogy el fogja abban az évben adni az ingatlanát, és nagyjából a követőidre idere is ezt le lehet, le lehet vetíteni. Tehát ha van 3000 követőd, abból valószínűleg abban az évben. Nyilván, hogyha frissen építed, lehet, hogy aktívabb problématudattal keresnek meg, de hogyha ha mondjuk már ilyen régebb van, mint mondjuk nekem, ott egyrészt nekem nem is nő már a, nagyon a, a követő bázisom, tehát a, a, meg nem is nagyon építem a Facebookomat. Youtube-on mondjuk ott, ottok aktívabban jönnek, egyébként hozzáteszem. De Ezek hogy a, a kalmárokat azt építjük. Hát meg a, igen, a kalmárokat építjük. Tehát ott is olyan, mondjuk van 3000 követőd, abból mondjuk akkor kb. 30 ember fogja abban az évben eladni az ingatlanát. volt egy, azt mondod? Annyi van, hát hát annyi. Gondolja. Hát, hogy gondolja. De annak az biztos, van... hogy meg kell oldani a legalább valamilyen élethelyzetet, ami ez olyan. Hát, közvetlen, közvetlen környezetében... hát, van 100 ezer értékesítés egy évben, van 10 millió ember Magyarországon, akkor nagyjából, hogyha ezt. Hát itt az ősz súlyozni lehet, ugye, hogy 18 év alatt is a többi az meg, meg több érték hát, értékesítés, jó, azért jó azért. igen, de mondjuk jó 150 ezer van egyébként, tehát akkor, akkor mondjuk nem. De mondjuk ebbe bejátszik a közeli ismerettségük, is, nem biztos, hogy nekik kell azt megoldani, nem? Testvérnek, szülőnek. Persze, de mondjuk én azt gondolom, hogy egy ilyen ezres, bár mondjuk te, ezek, de nem, akkor kb. steam is, mert mondtad, hogy 30-ból a fele kb. hozzá köthető volt, és van ezer valamennyi követő, tehát akkor gyakorlatilag, te tök jól tudtad ezeket, én nem tudom, milyen jól ö, ö, a Facebookomat érvényesíteni. érvényesíteni, mert nem, nem hoz ennyi. Nekem a YouTube az közel hoz ennyi, de a Facebookon már rég nem hoz. Meg, meg mondjuk nem is nagyon csinálom úgy, hogy nagyon kihegyezetten ingatlanosra, de hogy, hogy azzal lehet számolni, hogy kb. egy mondjuk egy ezres követőbázis, az egy olyan tíz ha nagyon-nagyon rohadt jó vagy, akkor tíz megbízást talán tud hozni. Évente. Ugye ez leginkább valószínűleg annak köszönhető, hogy kifejezett tematika van, tehát ingatlant, vagy van felépítve az oldal, tehát hogy tényleg elég mondhatni száraz is, mert például ilyen vicces tartalmak, mint mondjuk, amely akár a te uh -huh. Facebook oldaladon nem nagyon vannak, ami azért tud tömeget vonzani és gyorsabb és nagyobb növekedést eredményezni, csak az nem feltétlenül lesz annyira releváns követő. De hát nem vagy azt vicces. gondolom. Egyrészt igen. Másrészt, úgy, nem, 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 nem a szakmai uh, nyilván egy egy poénos képpel, sok követő lesz, de, de nem azért követ be mert látok meg. beszéltem. Az... Nyilván de egyébként még beszéltünk erről, hogy azért kell valamennyi magadból Balács... is, és szerintem egy picit többet kell építeni magadból is. Te, te a, a munkás során a, a, mondjuk egy felvétel, ingatlan felvétel. Egy ingatlan eladást, akár egy. Ö, ártár, nem is ártárgyalást, egy ügyvédnél maga az, az értékesítést, te ezt mind felhasználod a tartalommarketingedbe? Persze. Abszolút, tehát Persze. folyamatosan vannak tartalmak a munkafolyamatokról. Dokumentálhatók még... az eladva, watermark hát is, igen, és igen, Hát igen. Meg, többi. még befotózunk adásvételen a kezek közé, ahogy írják alá meg ilyenek. Tehát, hogy annyira Persze. jól lehet ezeket kommunikálni. venni. Még... csak azért kérdezem, mert láttam nálatok, csak hogy a igen. hallgatóság is tudja, hogy érdemes egy szervered ugye, akár a kőművesnél, a vakolásnál. A kőműves, ugye a fel... ahogy lerakja a téglát, és el... Miből így, mi ez az előtte, utána, például az előtte, utána képek az rengeteg. Igen, azokra Igen. Na még egy... A minőség igen. Utolsó, dolog. nem, mert még... Vagy, de lehet, hogy egy órásra terveztünk, viszont én egy pár dolog azért van, amit amit mindenképpen kéne. Na, akkor nem, a kopörgeség. Mondját, amiről mondját, hogy amiről még nem beszéltünk, és fontos eleme a self-brandingnek az a bizalomépítés az ügyfé, ügyfelek irányába. Tehát azt gondolom, hogy ezt a célt szolgálja leginkább a self-marketing, hogyha valóban őszinte, amit mi képviselünk akkor ezzel, nagy. ott van az arcunk, nincs annál jobb, azt gondolom, hogyha valaki az arcát. Hát a felvállalod szóval magadat. Így van, ahhoz, amit képvisel, hogy ezzel a bizalmat tudjuk elég hatékonyan kiépíteni. végül is, bocsánat, csak annyit, hogy két részre osztanád, így a hallgatóság miatt maga a bizalomépítés, ugye ez, hogy oda teszed az arcod, illetve maga a szakmaiság, ez a kettő párhuzamosan szükséges ahhoz, hogy, hogy egy jó self-brandinget self tudja építeni. Igen. Én egyébként ezt akartam, mert hogy egyfolytában arról, beszélünk, hogy mi, 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 de vagy inkább azt mondanám, hogy én, 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 közben arról lenne szó, hogy mi. Tehát, hogy ha én legalábbis úgy fogom fel, hogy itt egy, egy csoportot is építesz magad körül. Tehát, hogy ez ugyan arról, arról, szól az egész, hogy, hogy magadat mutatod meg a nagy közönség előtt, de hogyha igazán jól csinálod, akkor egy csoportot építesz magad köré akiket érdekel. Ez mondjuk azt mondom, hogy lehet, hogy már egy kicsit túlmutat a szerbrandingen de a én mondjuk inkább az ingatlanozásnál az... tudjátok, mi ebben a nehéz, Dani. Tök jó dolgot mondasz, de ugye most megint kitérve, sok ingatlanos hallgatja ezt a, fogja ezt a podcastet, az ingatlan eladásba általában egy ember életébe kétszer-háromszor esik bele. Ezért is nehéz például a Facebookon targetálni magát ezeket a kampányokat. Mert ha mondjuk ne Isten mi kisállatokkal foglalkoznak, mondjuk állattenyésztőnk lenni, lennénk, és te ilyen, típus, ilyen kis kutyát, én ilyet, te olyan cicát. Fejed a kecskét. Igen, és a lényeg az, hogy akik bekövetnek minket, nagy valószínűséggel olyanok, akiknek kisállatuk van otthon, és az ugye kisállat, nagyjából azért egy 10-15 évig, azok folyamatosan fogják a tartalmat figyelni, hogyha azt mi normálisan töltjük fel, olyan aktuális tartalmakkal, ők folyamatosan nekünk releváns közönségünk lehet. Viszont egy ingatlanál ez marha nehéz, ha belegondoltok, mert aki most téged bekövet, az lehet, hogy most éppen aktuális neki az az értékesítés, de utána tíz évig a közelében nem lesz az ez értékesítés. Pontosan, értékesítés és ezért, akart... szóval ezért nagyon nehéz a mi, szem, mi szakmánkban. De de a én ezért a... Én ezért kezdtem el egyébként építeni a blog úgy... Például ott arra az nagyon jó. Én ezért kezdtem elépíteni úgy, és ez, egy, ez, megint egy fontos fogalom, és a csoportról azért beszéltem, hogy kik az evangelistái. Az evangelisták azok, akik először bekövetnek, és nagyon hosszan maradnak veled, és ők azok, akik, akik elkezdik megosztani elsőként a tartalmaidat. A B Hát igen, és, és ezt egyébként tökre meg lehet figyelni, hogy, hogy van egy mondjuk egy ezres csoportnál van kb. egy 10-20-30-50 ember, akik akik egyfolytában nagyon szeretik a tartalmaidat, és ők fogják ki, kinyomni azoknak, akik uh, majd új belépők lesznek. És, és, és én így a... hívják, hogy evangelisták? Ah, ezt is soha igen. Soha, azt, hogy hát, én sem hallottam. Soha bedesébben nem hallottam Én egy időben nagyon sokat foglalkoztam, ez márint így a marketinggel, meg a csoportépítéssel. Most a Youtube-ba vagyok nagyon benne, és azt is <coughs> értem, de hát igen. igen szóval van majd, evangelistek. Szóval, hogy ezekkel érdemes. Sejrált már az elérésed? De, hogy is. de most, most Aha, igen, most jó tartalmak. Mm. Akkor majd csinál. megkérjük a kornél, hogy forgassatok megint valamit. Igen. Nem, egyébként most lesz egy... Ezt nem hagyhatták ki, ő... látod, hogy egy helyről jöttek. Igen. Nem, most egyébként lesz egy jó, meg. egy jó tartalmam, amitől sokat várunk. Mindig, mindig ezt mondod, azt... mindig Séni. csak forognak, csak forognak, Igen. Csak egyébként azt gondolom még, hogy a, a folyamatos jelenlét megjelenés Facebookon, Instán vagy bárhol azért lehet jó, mert... Van egy sikeres üzleted, van egy sikeres lezárás, egy sikeres értékesítés, ahol nyilván az eladó nagyon motivált, utána Hónapokig fog téged ajánlani, hogyha felmerülsz, viszont ez lecsillapodik elcsendesül. És két év múlva nem feltétlen fogsz eszébe jutni, vagy ha eszébe is utsz, nem feltétlen fog úgy ajánlani téged, viszont ha követ téged, és már pedig a legtöbb ügyfél az követővé válik, hogyha nem ebből a platform, vagy erről a platformról érkezett. Abban az esetben folyamatosan jelen leszel, folyamatosan látni fog, Megmarad téged nem fog elfelejteni, és két év, három, négy, öt év múlva is Így téged fog on, ajánlani on. és ott leszel a szem előtt. Kérdés, ti bejelölitek az ügyfeleket? Be. Be, persze. Ez egy nagyon jó kérdés. Én nem. <laughs> <laughs> nem. Látszik, hogy te mert... most kezdted. <laughs> igen. Ezért kérdeztem, hogy, Be, én hogy és a business profilal, vagy a privát? Nem, a privátum. Privat, privátum. Privat pro... igen, egy mert Sőt, én az eladás közben, amikor árulom az ingatlant, én mindig a, a napi új híreket az cseten áttolom. Egyrészt nem kell akkor telefonálgatnom, másrészt meg sokkal gyorsabb. Amit a, a Facebook pont. Messenger. Nekem Már... rengeteg olyan ügyfelem van, akinek az aktív értékesítésén is ott kommunikálunk, hogy a férfeleséggel hárman bent na, vagyunk na, egy beszélgetésben, és odaírok minél. Ez viszont a szerintem ez egy megfontolandó dolog mindenkinek, hogy hogy az ügyfélkörét ne veszíts el, és gyakorlatilag a Facebookon keresztül hát ez ott tudja tartani. Ez nagyon igen. Fontos. Nyilván ez fontos, hogy megelőzze a kezdetleges kialakult bizalom. Tehát most, ha nincs meg, bár mondjuk, hogyha valaki. Ha nem igazol vissza, az mindent elárul. igen, az, Azt búcs. Megbízást adott, de vissza nem igazolt. Te figyelj, eltűnt a Facebookról, nem találla? <laughs> Tehát az, hogy ez köz, kapcsolatot alakít ki az Jó, Jogos, így 70 perc után egy viszonylag lényeges dologról is sikerült beszélnünk. <laughs> ez eljutottunk eddig is, hogy amúgy nem, nem, egyszer, nem kétszer megkaptuk már, hogy tök jó a műsor, csak 5 perc érdemi <laughs> része van mindig a beszélgetésekkel, akkor a többi az búcsit. Hát basszus, ez egy ilyen nem, ez, műsor. <laughs> ez, 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 tényleg, én például nem csináltam, és, és ez gondolkodtam, hogy el kéne kezdeni, de azért kérdeztem meg tőletek, hogy mennyire működőképes ez, hogy é, nem, fontos. E, nem e tolakodó, nem egy push, hogy... Hát ha megvan a kapcsolat, akkor simán meg kell jelölni. Sőt, nem, nagyon sokszor ők jelölnek be engem, tehát rengeteg mm -hmm. fordítva indul el. Sőt, én, én szintén... De is, Dani, mindenkit bejelölsz, akivel kapcsolatban Persze, hát ezt mondtam, hogy én az értékesítést végig ott Sőt, aki nincs fent, beregisztrálja őt. Igen. <laughs> Tudja az <laughs> meg e-mail címét, megcsinálja neki hát, a reggelt, telefonját visszaigazolja. <laughs> feliratkoz, nem Kész a, kész a kész, Most orvosoljuk. <laughs> <kész> <laughs> <orvasoljuk. laughs> Igen, nézzük meg, nem kérek tőlük egy screenshotot, hogy a Youtube-on a kis csengőt nyomták el, és akkor azután lehet elkezdeni. Hogy mi volt az első háziállatának a neve? Egyébként feltettük ezt a Kalmár kantinba, hogy ezekről fogunk beszélni, és jött egy csomó jó kérdés, ha. amit nagyrészt meg is válaszoltunk, és így próbáltam egyébként odaírni zárójelben, hogy ki miket kérdezett, és akkor azokkal még foglalkozunk egy kicsit. Talán ami dorka tett föl, az nekem tökre tetszett, ez az volt, hogy engem érdekelne mennyire milyen arányban fontos a személyiség és a szaktudás, egy izgalmas személyiség nulla tudással el tud vinni a háttérben. Én már vagy mondjuk valaki, aki a top, de nem képernyőre termett. Szerintem itt egy arany középutat mindenképpen mm. meg kell találni. Tehát az, ha nem tudsz semmilyen formában kommunikálni, hiába vagy jó szakember, ha nem tudod személyesen eladni magad, megy a levesbe az egész. Valahogy, valamilyen formában el kell tudni érni az embereket. A írásban szóban, távon... vagy füstjelekkel basszus, de valahogy ez nem volt. Szerintem a távon... kettőt Így kell. van, Én. tehát hogyha hosszú távon nincs az egyik mellett a másik, akkor kifullad. Én. Lehet, hogy elindultok szépen, de aztán egy idő után kifullad. Az meg természetes, hogyha nagy a pofád, de nincs mögött a tudás, akkor úgyis mész a levesbe hamar. Tehát viszonylag hamar lehúzzák az embert, hogyha, hogyha izé semmit nem tesz le az asztalról. Ugye azt ne el, szépen, nem? hogy ugye itt is azért kezd kialakulni egyre több szervrendépítő, ami szakmánkban, így gyakorlatilag egyre jobban azt kell mondjam, hogy elengedhetetlenek a kettőnek a párhuzamos Ez futtatása. a is hígul. Hát amit szokott nem mondani, a Attila, hígul, hogy nem hanem... céget választunk, hanem embert. És, és nyilván ez egy jó... Nem, most már nem, fog, nem csinál, hanem emberezünk. Azt most a már a nem, nem, fogja, azt most, ki nem, terül. fogja, azt meggyőzni <laughs> szerintem az embereket az, hogy valaki ott van a Facebookon, és akkor mondjuk a lebetfotózó, hogy hát ma nem csináltam semmit, mert tök ügyes voltam. Szóval téged. az tök jó, meg, meg bizalom, meg minden, de ahhoz a szakmaiság most messze szerintem Ez kell. így van, téged idézett a balláki. Nem, most az igazság az úgy volt, hogy... Hogy Veresándótól idézett. Nem, mert előbb hallottam én a... a Pike Dénestől, mint a Baláki-tól, de a Dénes az azt mondta, hogy tőlem hallotta, és aztán megfejtettem. Hogy meg, mindenki tőlem ne? hallotta. én a Gadanez hallottam oh, ezt először. Ha appá, onnan Na, indul. be kell hívni majd az é, Zoli t Zolit. Így képződök a mendemondák, mondák, tudod. Szóval itt volt még egy tök jó kérdő, hogy több is, de az, ez például az Angéla tette fel, hogy, hogy hogyan kerüljük el, hogy belemászunk az emberek arcába, anélkül, hogy túl már sok, vagy megalázóan kevesek legyünk. Magyarán az én márkaépítés mitől lesz működő. Itt egyébként te mondtad, hogy szerinted van az, hogy túl sok, Szerintem meg annak hála, hogy van algoritmus, nincs az, hogy túl sok. Mert, mert annyit kapsz az arcodba, abból, aki szarra amennyit az algoritmus lát, hogy te még megemésztesz. Így van. És amikor már, már látszik, hogy elgörgesz, mert már hányásig vagy azzal az emberrel, akkor elkezdi kivelni. Ma maximum tartalommal lehet fenntartása. De amúgy igazad van, ezt a Facebooknak az algoritmusai azért... Hát figyelik. most már, de öt évvel ezelőtt még hát nem, nem volt igen, ilyen igen, okos. Igen. De mondjuk például talán támogatás... Támpere... Most se azért túl okos. Azért hát nincs túl tolva, de eb ebben ilyen szempontban azért fejlesztettek. Még Jó, az utolsó kérdésről akarok mindenképp beszélni majd. A, amit szintén Angéla vagy... Nem, a, nem, a, így... a leges legutolsó mondat, ami a doksiban van. Ja, azt még nem, de akkor még fölteszem. Szia, engem az érdekel, hogy nulláról. Jó, majd azt mondjuk, hogy erről szólt az egész. Plusz egy kérdés, hogy elég annyi, hogy adott környezetben sokan ismernek, aztán meg fűszerez sok pozitívum, abban reménykedsz, hogy így ismeretlen tábor, táborokat is elérsz. amit felolvastam valaki. Nem, tehát szerintem ő arra gondol, fordítod? hogy mondjuk a saját környezetedben elismerik a munkádat, és ezt szeretnéd egy nagyobb környezetre Nem, vagy a, az még nem Tehát ugyanaz, az, az, hogy szerintem. ismert vagy a saját családodban, attól nem leszel ismert egy településen. Igen, csak tehát... azért, mert ismerek te, mint te ingatlanozol, de hogy hogy ingatlanozol, az nem ismerik, az nem ugyanaz. Így van, ugyanúgy el kell adnod magadat egy ismeretlennek. Hiába ismer, hogy tíz ember, a másik tíznek akarod eladni, nulláról indulsz. Egyéb... Egyébként, szakmai Egyébként például én már azt érzem, hogy ha komról jön egy lead, mert ott is van ez az ajánlott ingatlanos, az hatványozott. Kérdez -kérdez 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 Kérdezek valamit. Kérdezek valamit. Én az első Lánik. voltam. Nem, sajnálom, nem senki. Kérdezek tőletek valamit. Nincs, nincs regisztráció, már évek óta nem lehet bekerülni abba a listába. Tényleg. De egyébként egy nem? Bocsánat. Nem azt mondom, hogy De mondjuk három tehát igen, szóval arról szól az egész, hogy újra el kell... Ott, ott, ott... Megint Hát olyanokat kell csinálnom, amit hat éve nem csináltam. <híthat> Kérdezhetek? Igen, be, De várjál, ő, ő Bocs, csak befejezzem. Csak ezzel a mély hanggal nehéz vitatkozni. Jó van, Csak Nem akartam itt közbeszólni a futtatásban. Akkor A lényeg az, hogy most figyelj, figyeljetek. Fel akarjátok újítani a lakásokat? Nem. Ugye most már mindenki ismer a közvetlen környezetében szobafestőt, burkolót, mindenki. Van egy pár, nem ez a lényeg. Attól függetlenül, hogy te ismered, hogy ő, ő szobát fes, meg ő is, meg ő is. Attól te, te nagyobb lesz a bizalmad? Szerintem nem. Ha te nem látsz mögé, hogy milyen szakmai, hogy burkolt, mennyien vannak megelégedve vele, hogy dolgozik, és nem fogsz utána menni, mert szerintem egy alapvető, csak a szobát kifested, és keresel egy festőt, biztos, hogy le fogod informálni, hogy hogy dolgozik. Nem és én biztosra veszem. De tudod, hogy miért nem? Mert ez, ezt hívják Akkor ajánlásnak. Te nem ez... ajánlás. Tehát ha én ajánlok De egy szobafestőt... is egy festőt... leinformálás, Attila. Én nem úgy mondom neked. Én azt mondom, hogy a közvetlen környezetedben ismersz három-négy embert, aki fest. Tudod, hogy szobafestőként ténykednek, de nagyon még a munkájukra nem láttál rá. Onnantól kezdve neked az édeskevés lesz, hogy mondjuk rábízd rá a lakásodnak mondjuk a felújítását. Ebbe, az ebbe teljesen hát biztos ez így vagyok. Van, hát ez így van. De én azért ajánlok valakit, mert tudom, hogy jól dolgozik. És ha én valakit ajánlok, annak nem kell utána nézni. És én is bízom egy csomó emberben, ha én keresek valamit, ő ajánl valamit, úgy nem nézek utána, mert elhiszem annak a bizonyos embernek. Tehát itt megint self-marketing ellen beszélek ilyen szempontból, mert az ajánlás alap jó értékesítésnél nincs jobb az hát persze, az a, le az, a le az a Az a top-top, ez teljesen egyértelmű, mert rengisz reng, reng De egyébként van szerintem fel. meg úgy van, hogy ez a, a self-branding, az én márkaépítés, ez gyakorlatilag ugyanerről szól. Valahol Amit igen. ott az elején mondtam, rég az ajánlás az arról szól, hogy volt, ha van mondjuk az, nem tudom, tíz év alatt 300 eladott ingatlan, és akkor abból ott tovább tudnak ajánlani. Itt meg van 3000 követőd, akik vagy ajánlani tudnak, vagy látják azt, hogy mit tettél eddig. Ja. Térjünk rá akkor az utolsóra. A self az én márka. Az én márka, én márka jövője. Jövője. Mit gondoltok, akkor kezdjük Balázsa, hogy szerinted hova lehet ennek továbbfejlődnie, vagy, vagy milyen jövőképet látsz alapvetően az én márkának? Hát mivel egyre inkább abba az irányban halad az élet, hogy mindenki lát mindent mindenkiről, azt gondolom, hogy fokozódni fog a jelentősége. Visszatérve a szobafestő példára, ha van öt szobafestő ismerősöd, de nem oszt meg tartalmat magáról, nem fogod tudni, hogy melyik a legjobb. Ha az öt közül bármelyik folyamatosan osztja meg a tartalmait, a bármiét, valószínűleg őt fogod megkeresni, mert ő mert lesz szem lehet előtt. És lehet, Igen. hogy van a Béla, aki jobban csinálja, de őt nem látod, nem ér el hozzád. Egészen egyszerűen ennyi a történet, és szerintem ez egyre inkább fokozódni fog a jövőben, meg már most is. Hát meg a hozzáadott érték egy, egy én márkánál, az euh, még azután, hogy hogy dolgozol, vagy inkább azt mondom, az előtt, az az érzelmi elköteleződés. Igen. És gyakorlatilag az ingatlannál, hogyha most euh, megint ö, ö, iparág specifikusan beszélünk, akkor az ingatlannál úgy tudsz plusz értéket, vagy úgy tudsz magasabb áron eladni valamit, hogyha hogyha azt az érzelmi szállat megpengeted benne, hogy az otthonként ö, tekintsen rá, nem pedig ingatlanként. És itt is az a én márkánál, hogy gyakorlatilag lesz másik 200 ingatlanos, meg leszel te, akit ismer, ez van valami kötődése, aki nem tudom, szakmailag ott van, vagy, vagy becsületes és, és fel pár olyan ügyet, ami, ami mondjuk kritikusa az ingatlan szakmával kapcsolatban. Tehát, hogy ezek, ezek mind olyan hívószók, amivel plusz értéket fogsz magad körül teremteni. <laughs> Ez a t én, én ezt két részre osztanám igazából a jövő szempontjából, hogy a, a cégek, a cégek, illetve a versus maga az individuma az egyén, hogy én azt gondolom, hogy a jövő az egyén irányába tolódik el, és az ingatlan közvetítésnél is én azt gondolom, és ezt látom, hogy ami 10-15-20 évvel ezelőtt működött felállások, stratégiák, azok már nagyon-nagyon megdőlni látszanak, és én azt gondolom, hogy a következő 5 évben azok az, ingatlan, azok az ingatlanosok fognak a, megmaradni, akik a self-brand építés mellett kötelezték el magukat. Mert ha megfigyelitek, már a legnagyobb cégeknél is, ami régen 10-15 évvel ezelőtt kimondtad azt a nevet, hogy én itt dolgozom, akkor még ugye mindenki hanyatt esett ettől a névtől. Most azt már hagyjuk, hogy pejoratív, engedjük el, de gyakorlatilag már nincsen hozzáadott értéke a névnek. Mert ha megfigyelitek, pláne ugye itt a Covid alatt egy tulajdonos már ki, ki tanult azt, hogy hogyan kell egy ingatlant lefotózni, hogyan kell feltölteni, abszolút online lett. Gyakorlatilag egyre több olyan hozzáadott értéket kell beletolni az ingatlan közvetítésnél is, amivel többek többek leszünk, mint a tulajdonosok. És szerintem a cégeknek hosszú távú, a cégek hosszú távon nagyon nehéz helyzetben lesznek ezek a franchise szigek, a kicsik is, hozzáteszem, nem csak a nagyok. A hát kicsik sőt, is. Sőt, rajtuk fog először csattani az A kicsik is, és én azt gondolom, hogy akik, akiknek van egy kis eszük és szeretnék a következő öt évben is az ingatlan közvetítést végezni, azoknak mindenképpen a self-branding az, 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 ami kiút lehet, vagy megoldás. De ugye alapvetően az általános értékesítésről már sokszor beszéltünk, hogy a ilyenek, mint a kom, kiváltják készpont, és a tulajdonosok lesznek már annyira edukáltak, olyan hülyék által is, mint mi, akik ugye ingyenes edukációs anyagokat készítenek. Ha valaki egy icipicit egyetlen egy órát rászán, tudja magát annyira edukálni, mint az magukat ingatlan közvetítőnek nevező embereknek. A, vagy 80 80 80%-a. Tehát eljut egy-két óra abszolút alatt, eljut arra a szintre, hogy meg tudja csinálni azt, mint ezeknek a franchise-oknak az értékesítőinek a többsége. Akkor mi a francnak adná oda 3-4%-ot? És van az a szint, ahova viszont azért el kell jutni, tapasztalattal, tudással, stb. azt képviseli a maradék 20%, és azoknak az embereknek kell elérnie a self brandinggel ezeket a tulajdonosokat. Ennyi. Jó, hát szerintem. Megokosodtunk, gyerekek? Igen, úgy nagyjából fényt gyújtottunk. Biztos, hogy van egy csomó minden, amiről lehetett volna még beszélni. Hát majd megírják és csinálunk egy második műsort. Igen, és megint behív... Akkor behívjuk. Akkor már Janit behívjuk. Akkor már Janit megkérdezik. És elmondhatja, hogy miért rúgta ki a nem, nem bántjuk. Na jó van, srácok, ez a 23. <laughs> podcastünk volt itt a Kalmárokkal. Köszönjük szépen, Balázs, hogy bejött. Köszönjük, Köszönjük, szépen, a... hogy itt voltál. Szia, ne, neked sem lesz többször kedved jönni, az is biztos. <laughs> Hajdi Hó, sziasztok. Sziasztok, kell